A törekvés eseménysége Kollár Anna már korábban is bizonyította, hogy nem véletlenül tartják a törvívó szakák egyik legígéretesebb hazai fiataljának. A mostani évad pedig különösen fontos a számára, hiszen egy újabb korosztály végéhez érkezett. Ez az utolsó kadettévem. Az volt cél eredetileg is, hogy minél jobb eredményeket, minél többet kihozzak ebből az évből. Szerettem volna hát elsősorban minél jobban teljesíteni ugye a válogatóversenyeken, a nemzetközi körversenyeken. A legfőbb cél az, hogy a korosztályos Európa és világbajnokságon a lehető legjobb eredményt tudjam hozni. Anna az elképzelései szerint kezdte az évadot, hiszen a kadét európai körverseny Somorjai állomását 140 tőröző között nyerte meg magabiztosan, majd a sorozat budapesti viadalán még népesebb mezőnyben zárt az előkelő 5. helyen. A szlovákiai diadal sokáig emlékezetes marad a számára. Az egy nagyon fantasztikus élmény, így visszagondolva is. Az egész nap tényleg nagyon jól ment, voltak szorosabb szóim, sokszor kellett fordítanom, viszonylag nehéz helyzetből, de mindig meg tudtam oldani. Mindig sikerült úgy befejeznem az asszót, ahogy én szerettem volna, és tényleg úgy éreztem, hogy az az én napom volt. Nagyon pozitív élménnyel zártam ezt a versenyt. A budapesti körversenyen, ugye, ahol 5. helyezést értem el, ott pedig úgy érzem, hogy nem sikerült kihoznom magamból a maximumot, és lett volna abban a napban több, de sajnos abban a pillanatban a másik jobban teljesített, és én nekem nem sikerült megnyernem a 4-be kerülésére az asszót, de minden ilyen kisebb-nagyobb kudarc az csak erősít és segít abban, hogy a későbbiekben minél jobb eredményeket tudjak hozni. Anna nemrégiben Nürnbergben is megmérette magát, ahol többek között az igen erős amerikai tűrutánpótlás is jelen volt. Az ilyen seregszemlék az erőviszonyok feltérképezésére is jó alkalmat szolgáltatnak a korosztályos világversenyek előtt. Az európai viszonylatokban szerintem gyengébb a mezőny, mint tavaly volt, viszont nemzetközi viszonylatban pedig maradt ugyanolyan erős. Az amerikaiaknak szerintem a 90-95% az ugyanaz, aki tavaly volt, illetve a Dél-Amerika nem olyan erős, de az Ázsia az viszonylag erős, és ott is, akikkel találkoztam eddig, azok top formában vannak, és úgy érzem, hogy ők kihívást fognak jelenteni. De természetesen kihívás nélkül nem lehet célt elérni, szóval állok elébe. Az amerikaiak borzasztó erősek, és ővelük még nem vívtunk az idén, úgyhogy, de én nagyon bízom benne, hogy az a szakmai előrelépés, amit ő itt évek alatt elért, azért az elég lesz arra, hogy talán a VB-n egy éremmel fejezze be ezt a korosztályt. Elindult 8 évesen, bejött ide a terembe, mint egy pici gyermek, és most már egy felnőtt hölgy. Szoktam mondani, hogy gyerek, és akkor mindig kijavít, hogy most már nem. Hát mondtam, nekem te mindig gyerek maradsz, úgyhogy de tényleg egy nagyon komoly pályafutás elé nézhet. Nagyon bizakodó vagyok egyébként ilyen téren. Színkitűnő tanuló kislány, de nem csak az, hanem iszonyú jó gondolkodása is van. A másik az, hogy fanatikus, tehát ő elkezdi a napot, vagy az iskolába, vagy elmegy személyi edzőhöz, aztán elmegy a dietetikushoz, aztán elmegy a pszichológushoz, tehát minden olyan őt körülvevő szakma megjelenik már most ilyen fiatalon, mert régen ilyen nem volt, még a felnőtt válogatottaknál se, és minden olyan szakember próbál segíteni neki, mert ez a gyerek ez mindent megérdemel. Tehát én azt gondolom, hogy ha ő azt mondja, hogy hajnali 4-kor iskolázunk, akkor én be fogok jönni ő érte, mert abszolút megérdemli. Mindenképpen furcsa érzés, hogy most már tényleg én vagyok a nagy, és mert eddig mindig az volt, hogy én voltam a kicsi, aki a nagyok között vív, és most már tényleg én vagyok a nagy, és kicsit nagyobb nyomás helyeződik rám ezáltal, hogy most már mindenki várja tőlem az eredményt, de ez nem gátol meg abban, hogy meg tudjam mutatni azt, ami bennem van, és ki tudjam hozni magamból a maximumot. Inkább talán csak bíztat. Valamikor ő egy nagyon jó vívó lehet. Hát az a baj, hogy nagyon kevesen vagyunk a női tőrbe, klasszis vívónk is elég kevés van, és nagyon várja már egy csomó ember, hogy ő a felnőttben ott legyen. De nem lehet ezt csinálni, hogy kadett, junior, felnőtt szétvívatni. Tehát ezért is mondom azt, az idén tét verseny neki, a kadett Európa-bajnokság és a világbajnokság. A többi az mind csak felkészülés segítése annak, hogy ezeken a versenyeken ő jól vívjon. Aztán a következő olimpia az már célkeresztben van. Ugye mi 88-ban az érsek szekeres csapatka Szöulba olimpián érmesek voltunk, amikor én még elég kezdőedző voltam,
és most már talán ez a 46 évi vívóedzősködés adott annyi tapasztalatot, hogy talán nem kell egy csomó olyan lépést megtenni, amit régen, amikor még nem voltam ennek a tudásnak a birtokában, meg kellett. És én azt hiszem, hogy ő minden olyan partner a munkába, a beszélgetésbe, a mindenbe egy végtelen jó gyerek, és tényleg csak jókat lehet róla mondani, és nagyon-nagyon kívánom neki, hogy sikerüljön az, amit ő el szeretne érni, mert én úgy gondolom, hogy ha valaki, ő mindent megtesz azért, hogy siker legyen.